2021. augusztus 14-én délután 2 órától került sor a városi díjátadó ünnepségre, amelyet teljes egészében láthatnak a következő percekben. Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet a városi díjátadó ünnepségen. Külön köszöntöm Hegedűs Péter polgármester urat, dr. Hajdú Miklós jegyző urat, dr. Volosinovszki Vanda aljegyző asszonyt, köszöntöm a lengyelországi Vancut testvérvárosunkból érkező delegációt Mikhail Glej vezetésével, a romániai Érmihályfalva testvérvárosunk delegációját Karsai Attila alpolgármester úr vezetésével. A Balmazújvárosi Járási Hivatal vezetőjét Csiha Gábor urat, a környező települések polgármestereit. Köszöntöm meghívott vendégeinket, Balmazújváros város önkormányzatának valamennyi kitüntetettjét, Balmazújváros lakosait, és kiemelt tisztelettel a 2021. év díjazottjait. Felkérem városunk polgármesterét, Hegedűs Péter urat, hogy tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Kedves vendégek! Először is köszönöm, nagy tisztelettel köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat erre a ünnepségre. Megtisztelő és egyben felemelő érzés, hogy most itt állok Önök előtt a városunk-e jeles ünnepén. Büszkék vagyunk az ősidők óta lakott településünkre, és örömmel tölt el bennünket, hogy az idén már 32 éve van annak, hogy visszakaptuk újra a városi címünket. Külön öröm számomra, hogy velünk ünnepelnek Érmihályfalva és Lanszut testvérvárosunk delegációi. Mindig jó érzéssel tölt el bennünket, hogy őket köreinkbe üdvözölhetjük. Bízom abban, hogy a jövő évben nem kell már a pandémia okozta helyzet miatt vendégeink között nélkülözni másik két testvérvárosunk, Gulbene és Técső delegációit, akik elnézést kértek azért, hogy nem tudnak itt lenni. Ha az ünnep elérkezik az életedbe, akkor ünnepelj egészen. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel.
Nézz a régieket. Milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Márai Sándor ismert gondolataiból kiemelni ezt az egy sót. Az ünnep a különbözés. Kiemelem, hiszen a mai legfontosabb dolgunk az, hogy értékeljük a különbözést. A város polgárainak javaslatait alapul véve Balmazőváros Város Önkormányzat képviselőtestülete évről évre meghozza döntését a kitüntető címek, díjak odaítéléséről. A díjak adományozásával kívánja a város méltó módon kifejezésre juttatni elismerését és nagyra becsülését azoknak, akik a helyi közügyek, közfeladatok területén kimagasló teljesítményt nyújtottak, illetve városunk fejlődésének elősegítésében huzamosabb időn keresztül kiemelkedően munkálkodtak. Tetteikkel, tevékenységükkel hozzájárultak Balmazújváros anyagi, szellemi értékeinek a gyarapodásához. Mindig nehéz és felelősségteljes döntés egy-egy személyi kiemelése a közösségből, hiszen életünk, munkánk során a magunk módján mindannyian törekszünk a jóra, a tökéletesre. Mégis vannak időről időre olyan emberek, akik akarva, akaratlanul egy kis plusz mozaikkal járulnak hozzá a nagy kirakóshoz, mely a közösségünk életéről szól. Meggyőződésem, hogy a mai díjátadó ünnepségünk kitüntetettjei is olyan életutat bejárt, vagy éppen építő személyek, akikre büszkék vagyunk, és akik a mindennapi életük jó részét a balmazújvárosi emberekért való tenni akarásnak szentelték. Legyen ez a kitüntetett gyermekorvos, vagy zenetanár iskola igazgató. Büszkék vagyunk a felnövekvő nemzedékre, azokra, akik 8 éven át kitartó munkával, például szorgalmukkal, kitűnő tanulmányi eredményükkel élen jártak a társaik előtt, illetve azon diákunkra is, aki öregbítette Balmazújváros hírnevét, amikor elnyerte a Magyarország kormány által adományozott címet, Magyarország jó tanulója, jó sportolója 2020. Ünnepeljük ma kitüntetettjeinket, és ünnepeljük a közelgő augusztus 20-át, Magyarország nemzeti ünnepét, az államalapítás és az államalapító első István király emlékét. Engedjék meg nekem itt a végén ezekben az ünnepélyes pillanatokban, hogy megerősítsem azt a 2018-as fogadalmat, mely szerint a legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Balmazújváros város javát szolgálok. Köszönöm meg tisztelt figyelmet! Balmazújváros város önkormányzatai már sokadik éve ezen alkalom keretein belül adja át az általa elismert emberek számára a kitüntető díjakat, címeket. Balmazújváros város önkormányzat képviselőtestülete határozata alapján dr. Nagy Mihály nyugalmazott gyermekorvos részére adományozza a Balmazújváros városért kitüntető díjat. Amint nincsen a földön két egyforma falevél, úgy nincsen két egyforma beteg, vagy két egyforma peresügy, és azért az orvostól, az ügyvédtől többet kell kívánnunk, mint azt, hogy mások tudománya által alkotott mintákat alkalmazzon, szükséges, hogy a magáéból is tudjon hozzá valamit adni. Ezen sorok Ötvös Lorántól származnak, de nagyon is igazak dr. Nagy Mihályra, aki 1983. március 1-én kezdte meg a praktizálást Balmazújvároson, az egészségház egyik felnőtt rendelőjében, a régi épületben. A fél települést ő látta el, mert csak 2 gyermekorvos volt akkor településünkön. Ez több mint 2000 gyermek ellátását jelentette, doktor úrnak összesen 4500 páciense volt. Életét a gyógyításnak szentelve segített, és támasza volt családoknak és gyermekeknek egyaránt. Egy nagyszerű és kiváló szaktudással rendelkező, nagybetűs embert ismerhettünk meg a személyében, aki olyan köztiszteletben álló személyiség, akinek munkája egyben a hivatása is, mely az életét jelenti. Legfőbb kincs a gyermek, akinek egészsége mindennél fontosabb egy szülő számára. A szülők és kollégái elmondása alapján Nagy doktor úr a sok-sok év alatt ugyanolyan közvetlen, segítőkész és igazi ember maradt a praktizálása során,
mint pályája kezdetén. Pályafutása alatt kiemelkedő gyermekorvosi munkájával sokat tett és tesz a településünkön élő emberekért, életpályájával kifejezte elkötelezettségét ezen élethivatás mellett, ezért Balmazújváros városért kitüntető díjban részesül. Kitartó munkáját köszönjük és további jó egészséget kívánunk neki. Kérem, vegye át kitüntetését Hegedűs Péter polgármester úrtól és dr. Hajdú Miklós jegyző úrtól. Balmazújváros város önkormányzat képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Balmazújváros kultúrájáért kitüntető díjat ebben az évben Nagy Sándor, a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője részére adományozza. A püspökladányi születésű fiatalember már zenei tanulmányai alatt is figyelemre méltó dolgokat tett. Jellemezte őt Becker Gyula, Balmazújváros díszpolgára, magyar ezüstérdemrenddel kitüntetett Hidas Frigyes díjas karmester, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség elnökségi tagja, Észak-Kelet-Magyarország fúvószenekari referense, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának mesteroktatója. Balmazújvárosra kerülése új szint hozott a helyi zeneoktatásba is. Hamar beilleszkedett és rengeteg új ötlettel kínálta meg, nem csak a zeneiskolát, hanem más intézményeket is önzetlenül segítve. Készségesen támogatta a helyi zenekar utánpótlását, ugyanakkor olyan növendékeket adott az országnak, akik most a legrangosabb művészi együttesekben állnak helyt. Kommunikációs készsége, konfliktus kezelése okán harmonikus munkahelyi légkört tudott teremteni. Intézményük országosan is elismert a kiváló szakmai eredményeit tekintve. Ő maga példamutató szorgalommal végzi a nem igazán kedvelt adminisztrációval járó vezetői tevékenységet, miközben tanítványaival többször országos és nemzetközi győzelmeket arat. Rendszeresen és szívesen vállal tanítványaival fellépést a városi eseményeken. Mint zenész, előadó művész, bármikor hadrafogható, akár szólistaként, akár zenekari, akár kórustagként is. Hosszú évek óta szervezi társadalmi munkában az országos trombitás tábort. Létrejötte óta koordinálja a Balmazújvárosi Közművelődésért Alapítványt. Nagy Sándor munkájával sokat tett és tesz városunk és az ország kulturális, művészeti életének fellendítéséért, tevékenységével hosszú időn át kiemelkedő eredményeket ért el. Köszönjük eddigi munkásságát és további sikerekben gazdag éveket kívánunk neki. Kedves Sándor, kérem vegye át polgármester úrtól és jegyző úrtól a kitüntető díját. A következő percekben Kalmusz Felicián cselló művész előadása következik. Felicián 5 évesen kezdett csellózni, első zenekarral kísért szólókoncertjét 8 éves korában adta. Diplomáját a Liszt Ferenc Zeneakadémián szerezte. 9 éves korától már stúdiófeljátszásokra kapott meghívást, mára szólókoncertjeit több kontinensen is bemutatta. Az általa indított random cselló kis videóit mind többen és többen kezdték el követni, a kis zenei hangulatbombonok helyét az utóbbi években komoly, nagyszabású videóklippek és koncertfelvételek vették át. Műsorában ötvözi a klasszikus, pop, jazz, elektronikus és a filmzenékre jellemző hangzást. Első lemeze Great Great Grandma címmel látott napvilágot 2018-ban,
Második lemeze, a Number 2, tavaly jelent meg. Később szinte kizárólag crossover cellistaként hallható. Szóló műsora mellett számos lemezen és filmben is közreműködik. Most elsőként az Este van már, majd a Kiskece című dalokat adja elő. Thank you.
A továbbiakban a kiemelkedő teljesítményújtó diákok elismerésének átadására kerül sor. Rácz Miklós József, a BSC Veres Péter Gimnázium Technikum és Szakképzőiskola idén érettségizett diákja, aki a 4 évet kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta. Ez év júniusában elnyerte a Magyarország Jó Tanulója, Jó Sportolója 2020 címet. Ezt a kitüntetést az Emberi Erőforrások Minisztériumától azok kaphatják meg, akik az adott tanévben kimagasló tanulmányi és sportteljesítményt nyújtottak. A sport és a tanulás mellett több éve a Bekton Ifjúsági Fúvózenekar állandó tagja klarinét hangszeren játszik. Gyermekkora óta sportol, kezdetben futballozott, majd 2012-től a kézilabda sportot űzi. Csapatával az ERIMA országos kézilabda gyermekbajnokságokon dobogós helyezéseket, bajnoki címet is szerzett. Diákolimpián számos kupán vett részt az elmúlt években. A 2020-21-es idényben a Balmazújvárosi felnőtt csapat játékosaként is pályára lépett. Miklós a sikeres érettségi után egészségügyi pályára készül, mentőtiszt szeretne lenni, de a sportot a továbbiakban is folytatni akarja a tanulás mellett. Hegedűs Péter polgármester úr eredményeinek elismeréséért tárgyjutalomban részesíti. Kedves Miklós, kérlek vedd át az elismerést polgármester úrtól. A 8 éven át kitűnő tanulók tárgyutalmának átadása következik. Varga Péter, a Balmazújvárosi Általános Iskola székhelyintézményének tanulója, már kisiskolás korától kimagaslott sokoldalú érdeklődésével, kitartó szorgalmával és példamutató magatartásával kortársai közül. Minden évfolyamon kitűnő bizonyítványt szerzett nagyon sok tantárgyi dicsérettel. A felső tagozatban minden évben nevelőtestületi dicséretben részesült, számtalan versenyen öregbítette jó eredményeivel az iskola hírnevét. Szép helyezéseket ért el matematikai, helyesíró, történelmi és természettudományos tantárgyi megmérettetéseken. A művészetek területén is elismerésre méltó eredményeket ért el, nagyon sok rajzpályázaton állították ki és díjazták munkáit. Zeneiskolai tanárai is büszkék rá a szolfés versenyeken szerzett helyezéseiért. Nem csak kitűnő tanuló, hanem egy lelkes, segítőkész, csupaszív diák is. Szívesen segít társainak, élen jár a közösségi munkában, tanárai is bármikor megbízhatják különleges feladatokkal. Személyisége, tudásszomja, munkához való hozzáállása példaértékű. Varga Péter eredményeinek elismeréseként tárgyjutalomban részesül. Kérlek, vedd át az elismerést polgármester úrtól. Lili kiváló képességű, kitartó az iskolai munkában. A rábízott feladatokat mindig lelkiismeretesen, pontosan végzi el. Társaival kedves, közvetlen, a felnőttekkel udvarias, tisztelettudó. Maga viselete példaértékű. A Kalmár Zoltán tagintézményben 8 éven át nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, a közösségben végzett munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért díszoklevélben és könyvjutalomban részesült. Tarlili eredményeinek elismeréseként tárgyjutalomban részesül. Kérlek, vedd át az elismerést polgármester úrtól. Takács Zoltán kiváló képességű, kitartó az iskolai munkában és kimagasló eredményeket ért el a szaktárgyi versenyeken. Széles látókörű, érdeklődő tanuló.
Emellett meg tudta őrizni szerénységét, amely példaértékű valamennyi tizenéves számára. A 2020-21-es tanévben a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ legeredményesebb diákja címet vehette át. A Kalmár Zoltán tagintézményben 8 éven át nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, a közösségben végzett munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért díszoklevélben és könyvjutalomban részesült. Hegedűs Péter polgármester úr eredményeinek elismeréséért tárgyjutalomban részesíti. Kedves Zoltán, kérlek, vedd át az elismerést. Tóth Panna kiváló képességű tanuló és eredményes sportoló. Kitartása és szorgalma minden tizenéves gyerek számára követendő példa lehet. Nagyszerű csapatjátékos, szívesen vesz részt a közösségi munkában. Tiszta jellemű, őszinte kislány. A Kalmár Zoltán tagintézményben 8 éven át nyújtott kitűnő tanulmányi eredményéért, a közösségben végzett munkájáért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért díszoklevélben és könyvjutalomban részesült. Hegedűs Péter polgármester úr eredményeinek elismeréséért tárgyjutalomban részesíti. Kedves Panna, kérlek, vedd át az elismerést. Molnár Noémi, a Bocskai István tagintézmény tanulója, az általános iskola minden év folyamán kitűnő tanulmányi eredményt ért el, és számos tantárgyi dicséretet kapott. Kimagasló tanulmányi munkájáért, példamutató magatartásáért, szorgalmáért több alkalommal is nevelőtestületi dicséretben részesült. Kiemelkedő tanulmányi munkája mellett folyamatosan és szívesen vett részt különféle vetélkedőkön, versenyeken. Kisiskolás kora óta kiválóan szerepelt vers- és prózamondó versenyeken, többször dobogós helyezést ért el. Sikeresen szerepelt az anyanyelvi, a szépíró és a Kazinciról elnevezett Szép Magyar Beszéd versenyen. A járási szintű helyesíró versenyen első helyezést ért el. Az idegen nyelvű vers- és prózamondás területén is megmutatta tehetségét. Alsótagozatos kora óta több alkalommal megmérettette magát a megyei szintű Zrínyi Ilona és az alapműveleti matematika versenyeken. Sikeresen szerepelt a középiskola által meghirdetett online kapunyitogató vetélkedőn, csapatával második helyezett lett. A színjátszó, a furulya szakkör és az énekkar lelkes tagjaként az iskolai ünnepségeken és rendezvényeken 6 éven keresztül kimagasló teljesítményt nyújtott. Több alkalommal fellépett a Hajdúböszörményi Ifjúsági Musical Színtársulat által bemutatott darabokban, a színjátszó szakkör vezetője által szerepelt a Család jövője című filmben, mely második helyezést ért el a Generáli Biztosító által országosan meghirdetett versenyen. A művészeti területeken nyújtott teljesítményéért a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által meghirdetett pályázaton kiemelten támogatott tanuló volt. Évek óta zenei tanulmányokat folytat a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola zongora tanszakán. Noémi tanárai és diáktársai körében egyaránt elismerésnek örvend, melyet tetrekészségével, kiemelkedő munkájával, szorgalmával és szerénységével vívott ki. Munkájára rendkívül igényes, pontossága, kitartása példaértékű. Molnár Noémi eredményeinek elismeréseként tárgyjutalomban részesül. Kedves Noémi, kérlek, vedd át az elismerést polgármester úrtól. És természetesen köszönjük a szülőknek. A következő percekben Nagy Sándor, a Balmazújvárosi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője mond köszönetet valamennyi kitüntetett nevében.
Tisztelt doktor úr, kitüntetett fiatalok! Engem ért az a megtiszteltetés, hogy köszönetet mondhatok itt ebbe a gyönyörű szép terembe, mindazért, hogy mi itt a mai napon kitüntetettek lettünk. Nem tudok kivetkőzni intézményvezetői, vagy hát igazgatói mi voltomból, úgyhogy bocsássák meg nekem, hogyha néha ilyen területre is fogok tévedni. Ugyanis most itt föl kellett lépnem egy színpadra, amin még eddig nem nagyon jártam. Viszont mikor a zeneiskolába bejönnek a fiatalok és az első koncertjükre sor kerül, én mindig el szoktam mondani a szülőknek, hogy a pódium termünkben, aki már járt, tudja, hogy nem túl magas színpadunk van, két lépcsőfok vezet oda, és mindig elmondom a szülőknek, hogy ez a két lépcsőfok nagyon hatalmas. De most elmondom önöknek, hogy ez a kis pulpitus, ami nálok, ez is hatalmas. De köszönöm a megtiszteltetést valóban polgármester úrnak, a képviselőtestületnek, hogy hallgattak azokra a javaslatokra, amelyeket a város lakói és a szervezetek tettek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Megtiszteltetés számomra, hogy doktor úrral, Misi bácsival együtt lehettem kitüntetett. Ugyan én 83-ban még éppen a hangszert vettem a kezembe Püspökladányba, amikor ő már a praktizálást megkezdte itt Balmazújvároson. Én nagyon hiszek a találkozások erejében, ezek a találkozások befolyásolják az életünket, így ezeknek a fiataloknak, akik most kitüntetést kaptak és kitüntetést kiérdemeltek a teljesítményük alapján, nagyon fontos, hogy milyen pedagógusokkal találkoztak, milyen edzőkkel találkoztak, és nem utolsó sorban, ahogy polgármester úr is utalt rá, a szülői támogatás az nagyon fontos. Részemről ez úgy indult, hogy ha az igazi találkozások létrejönnek életembe, akkor most lehet, hogy birkózó vagyok, vagy tornász, mert édesapám, ő ezt a vonalat vitte. Nekem, hát sajnos vagy hál' Istennek, már ezt nem tudom így utólag megmondani, egészségügyi okok miatt ezt nem lehetett folytatnom, ezt a vonalat, így én zeneiskolába kerültem, ez sem volt egy egyszerű dolog, de nem fogok erre most kitérni, mert nincs az a két óra hossza, míg ezt elmeséljem. De elkerültem a zeneiskolába, és én ötödikes koromban már tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni hosszú távon, és ez nekem úgy gondolom, hogy sikerült is, ezért állok most itt önök előtt. A másik nagy találkozás az életemben itt történt Balmazújvároson, kijártam óraadóként tanítani, és találkoztam Takács Erikával, aki megszavazta nekem a bizalmat, és fölkérte arra, hogy diplomámat követően itt a zeneiskolába végezzem a munkámat, úgyhogy én így kerültem ide Balmazújvárosba, és utána itt alapítottunk családot, és már most 25 éve, hogy tehetem azt, amit szeretek, és nagyon hálás vagyok azért, és furcsa dolog is számomra, hogy egy olyan dologért kapok most elismerést, aki ismer, az tudja, hogy én nem vagyok az a fajta ember, aki nagyon kiírja a homlokára, hogy milyen eredményeket ért el, úgyhogy most egy kicsit úgy szemlesütve hallgattam végig a méltatást is, de nagyon szépen köszönöm mindazoknak, akik ezt szépen sorba szedték, és teszem ezt a fiatalok nevében is, és doktor úr nevében is, mert mindenki megérdemelte, hogy ezek a dolgok kiemelésre kerüljenek. Én a fiataloknak annyit szeretnék mondani, hogy a későbbiekben is végezzék hasonlóképpen a munkájukat, lejjék meg az életben azt az örömöt, ami végig kíséri őket az életben, és legyen sok ilyen eredmény és sok ilyen nap az életükben, amit ma megélhettek, és legyenek erre büszkék. Doktor úrnak gratulálok, én nagyon örülök, hogy őt megismerhettem, és gyermekeimet ugyan nem nála volt, nem ő volt a gyermekorvosunk, de nagyon sokszor volt rá lehetőségünk, hogy vele találkozzunk, és azt a fajta alaposságot, azt a fajta odaadást, amivel gyermekeinkhez hozzáállt, ezt ezúton is szeretném megköszönni, mert most van lehetőségem nálam a mikrofon, és megtehetem. Úgyhogy köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megjelent, és én is szeretném kiemelni a szülőknek a szerepét abban, hogy mi itt lehetünk, mert nekünk is voltak szüleink, a gyerekeknek pedig tényleg valóban azt a támogatást, amivel végig kísérik őket tanulmányaik és pályájuk során. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és még egyszer hálásan, hálás köszönettel.
Fogadják ismét szeretettel Kalmusz Felicián cselló művész előadását. Elsőként a nehéz kimondani, majd a Sleeping Beauty című dalok feldolgozásait fogja előadni. Thank you.
Tisztelt ünneplő közösség, kedves kitüntetettek! Megköszönöm, hogy elfogadták a meghívást és velünk, illetve a kitüntetettekkel ünnepeltek. Ha idejük engedi, este látogassanak ki a kastélykertbe, ahol 7:30-tól a Hősök zenekar ad majd koncertet. Ezt követően 21 órától a Geszti produkció lép fel a nagy színpadon. A zenei élményeket pedig 23 órától tűzijáték teszi majd színesebbé. Kedves vendégeink, a diátadó ünnepség zárásaként hallgassuk meg a szózatot. Megkérem önöket, hogy csak ezt követően gratuláljanak díjazottjainknak. Rendezvényünk után állófogadásra várjuk önöket itt a díszterem mellett. A mai nap további programjaihoz mindenkinek jó szórakozást kívánok, a kitüntetetteknek pedig sikeres életutat és jó egészséget.